Ügyészen 2 éve született meg egy hagyományteremtő rendezvény gondolata a képviselőtestület részéről, mellyel a térség önkormányzatai között szerették volna elmélyíteni a már amúgy is jó kapcsolatot. Így elsőként 2019. február 15-én rendezték meg első ízben a Kolbásztöltő Fesztivált a településen. Megalakult annak idején a közös önkormányzat 5 településnek a részvételével, Hőgyész, Kalaznó, Szakály, Mucsi és Dúzs részvételével, és akkor mi úgy gondoltuk, hogy nagyon jó lenne, hogyha nem csak a munka fogna bennünket össze, hanem kicsit a szórakozásban, kicsit lazább, kötetlenebb programokban is találkozhatnánk egymással, jobban megismerhetnénk egymást. A kapcsolatápolás mellett a másik fontos tényező, ami miatt életre hívták a rendezvényt, hogy tovább vigyék az apáról fiúra szálló fortélyokat a kolbásztöltés kapcsán. Az első rendezvényen a Dúzsi önkormányzat csapata által hagyományosan készített húskészítmény bizonyult a legjobbnak, így idén ők voltak a rendezvény lebonyolítói és házigazdái a Hőgyészi Művelődési Házban. Egy ilyen kis falunak az nagy szó volt, hogy mi nyertük. Jó, akkor 5 csapat volt, most 9 van, egy kicsit bővült a repertoár, meglátjuk. Én azt mondom, hogy győzzön a Jombik. A zsűri értékelése alapján 2020-ban a legjobb kolbászt a Hőgyészi önkormányzat csapata készítette, így övék a Vándorkupa és a jövő évi rendezvény szervezési joga.